Ókapsz kapszulák vélemények, ár, összetevők, fórum, hol kapható, gyártó, ókapsz vizes, vízkető szeme van valószínűleg kötőhártya gyulladása van. Bár jó indulatú, ezt a szemgyulladást nem szabad figyelmen kívül hagyni. A látást károsító szövődmények lehetségesek. Magyarázat. A kötőhártya gyulladás nagyon gyakori, amely sok embert érint. Ez megfelel az átlátszó membrán a kötőhártya fertőzésének. Ó kapsz ki a szemhéjak belsejét és vázolja fel a szemgolyó egy részét, amely lefedi a szemhártya részét. Gyakran enyhe, de annak kell lennie. Egy baktériumhoz stáfilokokkusz. Jelenlegi felhasználói vélemények 2022 streptokokkusz neumokokkusz. Haemophilus. Allergiás eredetű kötőhártya gyulladás is van. A szem duzzanata. Bőrpír. Gyengy, ismerje fel a tüneteket. Minden kötőhártya gyulladás a szemvörössége és homályos látás. Mint a sírás. A látás élesség azonban soha nem csökken. www.okaps.hu Okaps -kapsz kapszulák. Összetevők. Hogyan kell bevenni? Hogyan működik? Mellékhatások. Ókapsz összetevők gyulladás eredetétől függően más tünetek is megjelenhetnek, ami lehetővé teszi az ok megállapítását. Allergiás kötőhártyagyulladás esetén mindkét szem érintett. Viszketnek. Duzzadtak és vizesek. Meg kell keresni az allergia kapszulák Leggyakrabban a füvek. Fák vagy látszárú növények pollenjeit. Valamint azokat. Irritáció a kötőhártyagyulladást a szem és az irritáló anyagok. Például szemcseppek. kontaktlencseápoló ápoló termékek. Szemponok stb. A szem vörös lesz. Vízkető de összetevők nem gennyes váladék. Mindkét szemet nem feltétlenül érinti. A vírusos kötőhártyagyulladás lényegében ugyanazokat a tüneteket okozza, mint az előző, amelyhez általában tiszta kisülést adnak. A bakteriális kötőhártyagyulladás viszont általában csak egy szemet érint. Leggyakrabban streptokokkuszok vagy stáfilokokkuszok okozzák. Az érintett személynek az az érzése. Összetevők, hogy idegen test van a szemében. Mindenek előtt a szemhéja elakad, amikor felébred a gennyűrítéséből. Nem tévesztendő összemás, a kötőhártya néhány tünete, beleértve a szemvörösségét is. Más oka lehet. Fontos azonosítani őket, mert bár a kötőhártya gyulladás összetétel enyhe, más súlyosabb állapotok károsíthatják a látást és sürgősségi ellátást igényelhetnek. A kötőhártya gyulladással ellentétben leggyakrabban fájdalmasak és látásvesztést okoznak. Különösen ez mire való a helyzet. Keratitis szaruhártyafertőzés, fertőzés. Uveitis az uvea fertőzése. Glaukóma fokozott nyomás a szem amely fájdalmat és csökkent látótéret okozhat. Ha kétségei vannak, forduljon a lehető leghamarabb. Lehetséges szövődmények. Leggyakrabban a hogyan kell bevenni kötőhártya gyulladás. Különösen a vírusos. Nem súlyos. Néhány napon belül eltűnik. Néha azonban hajlamosak lateralizálódni mindkét szemet érintik. Emiatt szükség lesz arra, hogy lehetőleg egy szemcseppet használjon szemenként. Hamarad. A kötőhártya gyulladás súlyos szövődmények. Például szaruhártya gyulladás kockázatát hogyan kell bevenni jelenti. Amely befolyásolhatja a látást ezért elengedhetetlen. Hogy konzultáljon a késedelem nélkül. Hogy ő is vizsgálja meg a szemét, és meghatározza a kötőhártyagyulladás függ az oka. Ha allergiás eredetű, keresse meg a kérdéses allergéneket, és ne tegye ki magát nekik. Az antihisztaminokon alapuló egyszerű szemcseppek elegendőek a problémához. Az irritációs hogyan működik kötőhártyagyulladás esetén általában elegendő a szemöblítése az. Irritáló anyag eltávolításához. A probléma kevesebb mint 24 órán belül eltűnik. Ha a szem száraz, a mesterséges könnyek csökkenthetik az irritációt. Mint minden vírusfertőzés esetében, a vírusos kötőhártya gyulladás sem gyógyítható. Rendszeresen tisztítsa meg a szemét, hogyan működik, vagy szemeit só oldattal. Majd szárítsa meg eldobható törlőkendővel, vagy steril borogatással. Mivel a hideg nyugtató érzést kelt, hideg vizes tömörítéseket alkalmazhat. Ha a kórokozó vírus a herpes akkor a májusi ajánlat. A bakteriális kötőhártya gyulladással szemben a legtöbb esetben elegendő a szemek sóoldattal. Történő mosása antiszeptikummal kombinálva. Az emberi testben kevés olyan szerv vagy mellékhatások szövet van, amely lehetővé teszi a mélyreható vizsgálatot. De a szem az egyik, a kötőhártya gyulladást vörös szem okozza, amely homokszem érzéssel bizsergéssel vagy szakadással, viszketéssel vagy gennyes kisüléssel jár. A szemhéjak ébredéskor összetapadnak, különböző eredetű lehet, allergia, vírusok vagy baktériumok, irritáció vagy trauma, ezért meg kell határozni az okot annak védelme érdekében. A vírusos vagy bakteriális kötőhártyagyulladás a leggyakoribb. Nagyon fertőző is. Az allergiás kötőhártyagyulladást, amelyet gyakran rinitis okoz, Allergén okozza. Mindkét szemet érinti. Ellenjavallatok gyakran kora tavasszal jelenik meg pollennel. Ezért az allergénnel való érintkezés elkerüléséről van szó. Szükség esetén antihisztamin alkalmazható súlyos formákban. A kontaktkötő hártya gyulladás a szemmel érintkezésbe kerülő irritáló elemhez kapcsolódik. Lencse vagy tisztítószer. Idegen test. Vegyi vagy háztartási termék vetülete kerülje a kötőhártya gyulladást és enyhítse a tüneteket. www.okaps.hu Ókapsz vélemények Fórum Hozzászólások Ókapsz vélemények legtöbb kötőhártya gyulladás néhány nap alatt gyógyul helyi ellátással szemcsepp. Vagy személyzeti kenőcs. Azonban bizonyos óvintézkedéseket lehet tenni, hogy megvédje magát és korlátozza annak hatásait alaposan mosson kezet. Mielőtt megérinteni a szemét vagy kezelni a kontaktlencsét, ne dörzsölje a szemét, ez hozzájárul az. Terjedéséhez és a másik szemre vagy harmadik felekre történő átvitel kockázatához kerülje a sminket. Ha érzékeny szeme van, az antibiotikus szemcseppeket vélemények csak súlyos formákban írják fel. Fotofóbiával, a szem és a szem jelentős gennyes váladékkal és csökkent látással. Akár vírusos, akár bakteriális, a kötőhártya gyulladás nagyon fertőző, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne továbbítsa a csírát, vagy ne fogja el elegendő több óvintézkedést alkalmazni.